Dömötör Zoltán vagyok, 1934. január 21-én születtem Csömörön. Csömör, ez egy Pest melletti, közvetlen Pestre határos kis település volt, akkor most körülbelül 8000 lakosa van. És édesanyám mit volt az általános iskolában, illetve evangélikus elemi iskolának hívták akkor tanítónő, az apám meg iskolai igazgató, kántor, Levence oktató. Tehát az akkori magyar politikai életben nagyon keményen és hivatásszerűen benne voltak. És hát ugye ez a nevelés is úgy hatott ránk, mert ő mindig példaképet kellett, hogy álljon bármikor, mert nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy tisztelettel néztek fel rá. Nálunk ez adott volt, hogy Magyarország és a Szent Korona az szent és sértetetlen volt. A mi oktatásunk az úgy zajlott, hogy minden reggel az iskolába, mikor bementünk, imádkoztak, és az volt, hogy minden nap elmondjuk, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Tehát mi ebbe éltünk, mi az ezer éves Magyarországnak a hagyományait követtük. Ez a gyerekkor, ez ugye annyira előttem volt, mert ugye mikor apám elment minden délután, Levente oktatás volt. Hát akkor még csak ilyen kis puska, meg ilyen volt, de bizony szépen ment az oktatás, és úgy előttem van, mert ugye Izraelben is ma a nők katonák, és akkor is bizony, ha még egy-két évig tart a háború, a lányokat is nem besorozták volna, hanem besorolták volna Levente szolgálatra. Szóval a nevelés olyan volt meg az, hogy valaki fölvetett egy Levente sapkát, vagy valaki egy katonának a egyenruháját, aki a frontról jött haza. Ő tartalékos volt. Tehát ő nem, mert a hivatásos, az úgynevezett Ludovikát végzett volt. Ő neki volt egy polgári foglalkozása, tanító. Ő a soproni tanítóképzőbe végzett, és utána tanítói foglalkozást űzött, de ezeknek a ilyen embereknek a kezébe volt adva az, hogy a nemzeti nevelést folytassák. Ez meg is történt. Na most ő Oroszország területén, illetve a volt Szovjetunió területén nem volt, ő csak akkor kapott behívót, amikor Magyarországon folytak a harcok, és Magyarországtól egészen Németországig tartott a haderővel. A gyerekkorom, 11 éves koromban nagyon rosszul kezdődött, mert az édesapám a háború befejeztével francia fogságba esett. Köszönöm a dolog, hogy az angol-amerikai szovjet és a franciák négy felé osztották akkor Németországot, és az én apámnak az volt a szerencséje, vagy félszerencséje, vagy éppen szerencsétlensége, hogy francia fogságba került, mert a franciák, kimerem jelenteni, jobban gyűlölték a magyarokat, mint még a németeknél is jobban. És Franciaországba került, de ez a Franciaországba, amikor ezeket a marha vagonokba őket bevagonőrözták, akkor, amikor odaértek Franciaországba, Majlakamba, akkor, amikor kinyitották az ajtót, kb. 30-40% az hóton esett ki, mert éhen halt, elpusztult. És nagyon rossz hatással volt, mert nyilván apám is árazott volna. Úgy szerencsére erős fizikumú, jó felépített, szívós ember volt, és hát az Isten ezt adta neki, hogy ő túlélte.
Most Majdekamba itt ilyen munkatáborok voltak. El kell mondanom, hogy a franciák még annyira sem méltatták a magyar katonákat, mert ugye van úgynevezett hadijog. A jobb helyeken a tiszteknek még a pisztolyát is meg lehetett tartani, itt nem lehetett teljes állati sorba helyezve. A munka hétfőtől tartott szombat estig, és vasárnap munkaszüneti nap volt, ez azt jelentette, hogy a barak körötti körleti ki lehetett menni, de azon túl nem. Tehát akkor volt egy minimálisabb mozgás lehetőség, azon túl csak a munka. Akiknek valamilyen szakmájuk volt, azokat eltették, mit tudom én, lakatos vagy asztalos, hát ugye apám tanító volt, ő neki nem volt, hogy mezőgazdaságban dolgozott. És aztán végül 47-ben megkapta a szabaduló levelét. Amikor a szabaduló levelét megkapta, akkor a magyar határon a francia hatóságok, francia katonák átadták őket a magyar határőrizeti szerveknek. Hát az ilyen kommunistákból alakult belső rémuralmat terjesztő embereknek, és aztán közölték vele, hogy rendben van, fogságba hazajött, de az nem olyan egyszerű dolog, hogy utána fognak nézni a múltjának. És aztán a utána nézésnek az volt az eredménye, hogy internáló tábor, vagy átnevelő tábor, vagy kivizsgáló tábor, ennek hivatalos megnevezése nem volt, mert a papíron is, amikor az ő csak le volt bélyegezve, hogy Győr határigazgatóság ez. És akkor ott közölték, hogy a XY hazaérkezett, és ugye kivizsgálás alatt van. Semmit nem úgy várni, vagy valami, vagy mi. Végül aztán közölték azt, hogy lehet levelet írni, de meglátogatni nem lehet. Hát azért a családot az bizonyos, hát nem örömmel, de legalább olyan tudattal töltött el, hogy hazakerülhet, mert közben ugye egymás után jöttek a gyászjelentések, hogy ez is meghalt a fogságba, az is meghalt a fogságba. Hát amikor Magyarországba került, akkor már az nem állt fönn, hogy ő fogságba fog meghalni. Legfőjebb az állt fönn, hogy elviszik, bezárják, és aztán elítélik, lesz, ami lesz, de erre nem került sor. Végül aztán voltak akkor a bélistázások, akkor egy évig nem taníthatott, de a 49-50-es tanévben akkor már igazolták őt, hogy ugye, mert ugye vizsgálták a Leventje múltját. Mert azt is kimerem jelenteni, a kommunizmus legtöbb áldozatát az oroszok közül, az orosz nép közül onnan szerezte. Utána voltak más országok is, és ez egészen az én gyerekkoromig megmaradt. Hogy az iskolában mondjuk ezzel annyira behatva nem foglalkoztam, mert a sportra álltam rá, mert más lehetőség nem nagyon volt. NB1-es kézilabda játékos lettem végül, utána játékvezető, de azt láttuk, hogy ez így nem jó, Magyarországból tagköztársaságot akarnak csinálni a szovjetek. Tehát itt fejezném be az érettségig a családi helyzetet.